A 9.-10. században épült Szabolcsi földvár a 18. századi Mudrány kúria. Ezeket halva minden megyebeli embernek felsejlik Szabolcs község neve. Az épített örökségben és természeti értékekben gazdag apró településen alig 400-an élnek, a fejlesztéseket elsősorban a turizmusra alapozzák. Nemrégiben épült például ez az étterem és konyha, ahol akár 100 fős csoportokat is tudnak fogadni. Ha valaki a Tiszán érkezik ide, innen közelítheti meg a települést, az önkormányzat tervei között egyebek mellett hajó kikötő építése is szerepel. Összeállítottunk egy pályázati csomagot, ennek a leglényegesebb elemei azok a kisebb léptékű, de mindenképpen fontos beruházások, amelyek a település élete szempontjából meghatározóak lehetnek. Ilyenek egy helyi játszótér a helyi és ide betérő gyerekeknek, egy szabadtéri színpad felújítása, ami szintén nélkülözhetetlen a rendezvényeink szempontjából vannak temetői beruházások, amelyek szintén hosszú idők hiányosságát pótolhatják. Egy beruházás pedig a napokban kezdődik ennek a régi háznak a lebontásával. Itt ugyanis a 11. századi református templom mellett látogatóközpontot épít a Szabolcsi Református Egyházközség. Uniós pályázaton több mint 88 milliót nyertek, ehhez 10 önerőt biztosít a Tiszántúli Református Egyházkerület. Egy érték megőrző és értékteremtő ö, funkciót lát majd el, hiszen itt Szabolcson itt van a Földvár, a Református Templom, illetve a Mudrány Kúria, amik ö, mind a, tehát minden nap látogathatók, és ezek megtekintésében, ezekről egy ismeret terjesztő ö, anyag tekintetében igazából az, ezeket az értékeket fogja bemutatni ez a látogatóközpont, de szolgál majd ez különféle konferenciák, alkalmak megrendezésére, hiszen lesz egy nagy előadóterem benne, egy kis boltocska és minden, ami ehhez szükséges. A bontás után az építkezés június elején kezdődhet, a látogató központ előreláthatóan ez év október végére, november elejére elkészül.